Jó napot kívánok! Ó, Péter urat keresem, az édesapámat. Azt hittük, a zárdában van. Kicsaptak. Baj, hogy itthon vagyok? Nekem csak probléma, de neked baj. Nagyon szerettem itt forgatni, tényleg gyönyörű város. Két rettenetesen hajszás napunk volt. Másfél napig viszonylag jó volt az időjárás, utána ránk szakadt a világ összes esője, és úgy tűnt már, hogy nem fogjuk tudni fölvenni az utolsó jelenetet, és vissza kell jönnünk, és megismételni a legdrágább forgatási napunkat, ahol rengeteg statisztánk volt. De aztán egyszer csak kisütött újra a nap, órák múlva. Pár dolgot nem vettünk fel, amit szerettünk volna, de alapvetően nagyon jó dolgunk volt. A helyi statisztákkal kiváló volt dolgozni, nagyon kedvesek voltak, nagyon türelmesek voltak, és szerették. Csodálatos minden tekintetben, nagyon könnyű is volt itt dolgozni. Ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy Budapesten ahány négyzetméter az ember lefoglal, annyit mozoghat, jobbra vagy balra, és itt azért egy hatalmas 360 fokos díszlet van, amit használhattunk. Nem nagyon szokott a tévéfilmnek egyébként vetítése lenni, tehát most vagy premierje lenni, mint olyan. Egyébként lesz majd egy budapesti bemutatónk is a színészeknek, az alkotóknak, gondolom valamennyire sajtónak is. Viszont hát itt a Mozgókép Fesztivál keretében, ugye, mivel versenyben szerepel, ezért két vetítése is volt, és ez volt a második, de a nagyobb lélekszámú vetítés. Nagyon jó érzés ezt a visszajelzéseket megkapni. Az ember dolgozik valamint, hát 3-4 évig, egy évig, inkább egy évig, vagy több is, nagyjátékfilmek esetében még egy picit több is. És persze gondolja, hogy tudja, hogy mi lesz az eredmény, de azért mindig tényleg a puding próbálja az evés, és akkor ilyenkor, ha nevetnek, akkor az már egy jó érzés, amikor az ember a tapsból is tudja egy kicsit, hogy ez most erős, közepes, vagy esetleg nem elég. Bekerül a tévébe, és ha minden jól megy, akkor utána talán valamilyen streaming szolgáltatóra.